1500 méteren hatodik hely, váltóan pedig negyedik a téli olimpián, aztán a junior világbajnokságon egyéni ezüst 500-on, hogy jöjjön még egy felnőtt világbajnokság is. A magyar rövidpályás gyorskorcső egyik nagy tehetsége, Jászapáti Petra mesél már is. Pompás, ám hát úgy mondjam fárasztó szezonjáról, igaz? Ilyen fárasztó szezonjáról csak olimpiai évben van az embernek, nem? Hát igen, főleg első olimpiai év volt, úgyhogy nagyon meglepődtem, hogy mennyire lefáradok így a szezon végére. Most már a pihenés ide érkezett el? Igen, most már nagyjából két két és hát a pihenés van, június közepe végéig. Ez azt jelenti, hogy azóta nem is láttál korcsolyát? csak a tévében. Csak a tévében. Igen. Ez így lesz egyébként június végéig? Nem, szerintem már egy remélem, hogy elkezd hiányozni majd így májusban, de most még csak így futok, meg kondizok esetleg, hogy jó, úgy érzi a testem, hogy szüksége van rá. De értem, olyan nincs ilyenkor se, hogy teljes leállás, igaz? Nem, meg nem is jó a szervezetnek, hogyha egy ilyen nehéz terhelés után azonnal leállunk. Uh -huh. Van egyáltalán ebben az időszakban olyan nap, egy-két nap, amikor semmit sem csinálsz? Igen, persze, ezeket már alig vártam a szezon végén, hogy legyen egy nap, amikor csak fel kell, és akkor pizsamába az egész nap az ágyba, és utána tefekszek aludni, ugye? Értem, tehát volt olyan nap, amikor mi az egészet pizsamában történt. Igen, igen. Hát igen. Ö, ilyen mondjuk előtte gondolom évekig nem nagyon fontos. Nem, tenni. nem igazán. A, a edzések és a, egyáltalán a tanulásszaló minden összeegyeztetésével te a kemény felkészülési időszakban mikor kelsz és meddig tart egy napod? Uh, nagyjából 6.30-6.40 körül kerek minden nap, utána elmegyek hétre edzésre, uh, ott vagyok egy négy órát körülbelül, 11 körül eljövök, utána elvéd az délbe, Uh, délután megint egy négy órás edzés, uh, fél három-háromtól, és utána este olyan kilenc fél tíz körül lefekszek aludni, mert ez elég hosszú a nap. Ezt uh, nem lehet bírni, hogy az ember 11-kor <laughs> meg éjfélkor megy ágyba, Igen, igen, abszolút nem lehet. Ha nézzük az eredményeket, és itt, hát azért még itt egy pillanat rájuk mert junior világban, mindjárt majd Olimpiázunk is, de junior világbajnokság, aztán felnőtt világbajnokság, szóval még az olimpia után is úgy jött ki az egész, hogy, hogy nincs leállás, hanem még két világverseny is ott kellett lenned. Hát igen, amikor az olimpia után hazajöttem, akkor egy napot itthon töltöttem, és utána mentünk Lengyelországba a junior világbajnokságra. Tehát, hogy még az olimpia után még három hétig tartott a szezon és azért az utolsó hétvége volt a felnőtt világbajnokság, ami ugyancsak nem egy kis verseny, úgyhogy ö, eléggé nehéz volt ott, ott még összekapni magamat fejbe és meg testbe is. Felkészülés szempontjából annyiban ez opti optimálisabb vagy éppen rosszabb, mint hogyha mondjuk kétszer kéne csúcsra járatni magadat, magatokat? Hát szerintem, mint nagyjából kétszer, kétszer voltunk egyébként csúcsra járatva, hiszen az Európa-bajnokság az nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, ott nagyon alapozásba voltunk, nagyon fáradt voltam. És utána ugye volt az olimpia, szerintem az olimpia csúcsa még kifutott a Junior, junior világbajnokságra, és utána a második csúcs pedig ugye a VB volt. Uh -huh. um, olimpiai negyedik hely csapatban, hogyha összehasonlítom junior VB ezüst egyéniben um, szakmailag van ilyen, hogy értékesebb vagy kedvesebb számodra vagy azt mondjuk, hogy ez körte alma vagy azt mondjuk, hogy ez nem kérdés, hogy az olimpiát összehasonlítunk egy világbajnoksággal. Um, hát van ilyen, hogy értékesebb számomra és azért az olimpia az volt az idei szezon meg így a karrieremben a legértékesebb verseny, és nagyon-nagyon örülök, hogy ott ilyen eredményeket sikerült elérni, mert azért nem lenne olyan jó, most nem ülnék ilyen boldogan itt, hogyha nem ezek jöttek volna össze. És hát azért a negyedik hely a váltóval azért az szerintem hát az jó. egy parádis teljesítmény Igen. volt. Szóval a szakmai felelős szempontjából ez volt a legfontosabb visszajelzés. Igen, abszolút. Eh, és ez, ha újra meg újra belegondolsz, és felteszed a kérdést, hogy minek köszönhető, eh, hogy ez ilyen gyönyörűen sikerült, akkor erre mi a válasz? A magad uh. részéről. Szerintem nagyon sok mindennek köszönhető, ugye az edzői stáb mögöttünk, ö, aztán a masszőrök, a videótechnikus, a pengetechnikus, penge mindennek össze kellett állni, hogy, hogy ez így sikerüljön, és így jöjjön ki. E, mit, ha már itt tartunk, mit tartasz a, a magyar ö, short track kulcsának, ö, ami miatt ez a sportág ilyen látványosan, de hát persze nem egyik napról a másikra, hanem nagyon sok év kemény munkájából, de mégis folyamatosan fejlődik. Jó edzők, jó légkör, sok jó ember összegyűlt jó időben, egészséges versenyszellem. Szóval miből áll össze egy sportágnak a sikere, míg más sportág esetleg szenved nem tud egyről kettőre jutni? Hát nálunk az abszolút fejlődést azt a kínai edzőnő hozta be, amikor idejött Magyarországra, most már szerintem 5-6 éve van itt de ugye kellett kis idő, hogy beérjen a munkája, és ez most nagyon beért itt az olimpián, ugye a fiúknak az aranyérmével is látszódik, hogyha jönnek az eredmények, akkor jön a támogatás is, hogyha jön a támogatás, akkor megteltünk olyanokat, amiket eddig nem tudunk venni, táplálékkiegészítőket, masször tud velünk utazni, orvos tud velünk jönni, videótechnikus, technikus tud velünk, akár két technikus is ott tud velünk lenni egy-egy versenyen, és ezek ilyen um, kisebb dolgoknak tűnnek, de hogyha majd így összeállnak egy egészé, akkor nagyon szépen kiadják az eredményt. Vagyis a sikerrecept az, hogy először kell jönni az eredményeknek, utána jön a támogatás, jön a támogatás, akkor megint jöjjenek a jobb eredmények, megint jön a támogatás, az nem jó sorrend, hogy először kérem a támogatást és ígérek eredményt. Um, mi, mi nekünk uh, jött támogatás is, és utána a kemény munkával megjött az eredmény is, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy melyiket hamarabb. Ö, többször említetted már itt a ö, különféle háttérsegítségek közül a videóelemző szerepét. A videóelemző szerepe egy versenyző számára, miért kulcsfontosságú? A hibáinkat ott látjuk meg, ö, edzésen is, versenyen is nagyon jó utána visszanézni, mert hogyha mondjuk az edzőnő kiavít valamit az edzésen, de én nem érzem, hogy ő mit szeretne, akkor leülök, megnézem a videón, és látom, hogy hú, hát akkor azt szerette volna, és a következő edzésen már tudom, hogy hova rakjam a lábam, kezem, felsőtestem a versenyen pedig ugye a taktikát tudom megint átnézni, és esetleg megnézem a versenyvideót 10-15-ször, és minden egyes alkalommal más nézek, vagy minden egyes alkalommal más embereknek nézem meg a taktikáját. Te annyit videózol, hogy nem tudom, hogy egyáltalán például kettelésből visszanézed a nagy sikereidet, vagy például az olimpiai versenyt, amikor nem elemezni kell, csak otthon van leülsz és megnézed, hogy milyen volt. Uh, próbáltam úgy, de nem, nem olyan ment, mindig valakinél leragadtam és akkor utána így néztem a tévét, hogy... Ja, igen, annyira részletekre koncentrálsz, amikor, igen, amikor igen. nézed, hogy, hogy így egyben azt nem tudsz így nézni, a Igen, lenni, de sengző, egyébként videózni nem, nem vagyok ilyen nagyon-nagyon nagy videózós, a versenyek után megnézem, egyszer-kétszer, az olimpiai futamomat elég sokszor láttam, mert azért sokszor visszaadta a tévé, hála Istennek, de... Egyébként egy, egy edzés nap után is egyszer maximum megnézem, amit ki kell javítani, és utána megpróbálom megegyezni. Ha ezt a junior világbajnoki ezüstöt nézzük, akkor ez milyen állomás a te karrieredbe a te utadon? és ugye itt is azért azt tegyük hozzá, hogy ez 500 méteren történt. Uh, igen, um, az 500 méter azért az elég közel áll a szívemhez. Uh, úgy, mondom, úgy gondolom, hogy sprinter is vagyok, de ugye az 1500 is jól megy. Ez volt az utolsó junior világbajnokságom, öt lehet egy, egy kocsijázó életében, és azért szerintem látszódott a fejlődésével a junior világbajnokságaimon, a zenéje 20. helyekkel kezdtem, és utána tavaly sikerült 1500 méteren egy bronzérem, most meg 500-en egy ezüstérem, úgyhogy azt kell, mondjam, hogy meg vagyok elégedve a junior pályafutásommal. Összegészében ebben a, ebben a szezonban ezekkel a hatalmas versenyekkel és nagyon jó eredményekkel van ebben az egyáltalán hiányérzet valamivel kapcsolatban? Mm, szerintem nincs, tehát hogyha végig gondolom, hogy mit lehetett volna másképp csinálni, ö, még keményebben lehetett volna edzeni, de hát ezt mindig ezt fogom mondani, ö, még többet lehetett volna figyelni a regenerálódásra, de hát mindig ezt fogom mondani, és ugye ezek a dolgok, amik előre visznek minket, hogyha Megkeressük a hibáinkat, és utána azokat kiavítjuk. E, és hogyha azt mondod, hogy egy versenyző életében volt öt lehetőség junior vb akkor a te versenyző életedben hány lehetőség lesz az olimpiára? Hát ezt így nem lehet megmondani. Szerintem most először elkezdeném a felkészülést, a következő négy évre pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz évről évre megyek. De akkor még párszor addig lehet Remélem, pizsamában kezdeni reggel egy. a napot, és pizsamában befejezni. Aztán Igen. a megint a kemény felkészülés. Hát Petra, sok sikert kívánunk neked a következőkben is, és gratulálunk az eddigiekhez. Köszönöm szépen. Jikolta. Köszönöm szépen.